Sziasztok mindenki! Ma csomag kibontós videó lesz, mert kettő csomagot kaptam. Úgyhogy most kibontjuk mind a kettőt. De mind a kettőbe tudom, hogy mi van, mert előre meg lett beszélve. Egyiket Ágitól kaptam, az egyik rajzverseny győztesétől, elküldte nekem a rajzot. Én meg vissza fogom Ági neked postázni, amint megjönnek a megrendelt képeim. Úgyhogy türelmet kérek szépen tőled, meg is nézzük. A levél is benne van, de az személyes, úgyhogy leveleket nem szoktam felolvasni, azt félreteszem. És mind a kettő helyezett ő lett, mert elfelejtettem, hogy mind a kettőt ő rajzolta, de nagyon jók. A másik videóban láttátok már. Hasonlítunk. Köszönöm szépen, Ági. Még alá is van írva, úgyhogy tökéletes. A levelet majd elolvasom. És a másik csomagot Tóth Kornél barátomtól kaptam, már régebb óta barátok vagyunk, és mivel annyira jó fej, küldött nekem egy csomagot, amiben megnézzük, hogy mi van benne, de én tudom. Ő nagyon aranyos, mert mindig támogat, segít mindenbe, úgyhogy köszönöm szépen neki. Küldött nekem egy tavlóképet, mert én is küldtem neki, úgyhogy köszönöm szépen Kornél. Meg küldött egy fülest és egy webkamerát. Ez előre meg lett beszélve, először nem nagyon akartam elfogadni, de köszönöm szépen Kornél, úgyhogy nagyon sokkal tartozok neki, ezt mindig elmondom neki, mert tényleg óriási dolgokat küldött nekem, ami számomra nem hiszem, hogy megvalósulhatott volna az ő segítsége nélkül. Van benne egy levél is, ezt megbeszéltük, hogy nem olvasom fel, mert személyes ugye az a dolog. Úgyhogy köszönöm szépen a kamerát meg az új fülhallgatót, és hát a Kornéltól egy kisebb pénzösszeget is kaptam, úgyhogy köszönöm szépen. Mindig ezt mondom neki, hogy köszönöm szépen, és már elege van ebből, mert annyi szó megköszönöm. Úgyhogy nagyon jó barátom, tényleg köszönöm szépen, hogy támogatsz Kornél. Nem maradt hálátlanul, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer Ági neked is, és akkor majd rendezzük a tablóképet, ha megérkezett. Na, aki meg kedvet kapott, hogy küldjön nekem csomagot, az kérje el Facebookon a címemet, de ilyen nagy és értékes dolgokat nem nagyon szeretek elfogadni, mert ez tényleg sok, de Kornélnak köszönöm szépen, úgyhogy nagyon örülök neki, mert megmondom őszintén, nekem nincs pénzem ilyenre. Dolgozgatok, de mindig másra megy el a pénz. Megyünk ma nyaralni is, meg ilyenek, úgyhogy köszönöm szépen Kornél még egyszer, és Ági neked is. Na, sziasztok!